Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal ebben a videóban ki fogunk térni a transhumanizmusra, arra, hogy mi is a terve az elitnek a közeljövőre. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az emberiség legnagyobb volumenű törekvése az nem a képzeletbeli űr meghódítása, vagy eljutni a föld középpontjáig, megoldani az éhezést, a háborúkat, ezek mind másodlagosak. A világot uraló és irányító elit mindig is ugyanazt a célt üldözte, ami nem más, mint az örök élet a teremtő megkerülésével. A transhumanizmus ennek a folyamatnak, ennek a törekvésnek az utolsó szakasza, és szerintük a megoldás is erre a problémára, hogy hogyan élhet az ember anélkül, hogy követné teremtőjének utasításait. Az se baj, ha nincs testünk, egy virtuális világban is tudunk élni, a lényeg az, hogy valahogy a tudatunk egyesülni tudjon a géppel. Tudod, mi az, hogy őrült? Amit a többség annak tart. Igen. Ha. A későbbiekben megosztanak egy idézetet Friedrich Nietzsche, így beszélt Zarathustra 1883-as könyvéből, amely a következőképpen szól, az ember olyas valami, amit le kell győzni. Az ember egy kötél, amely fenevad és szuperember közé van kötve. Kötél a szakadékon. Az emberben az a nagyszerű, hogy híd, nem pedig vég. Következő cikk unheard.com weboldalról transhumanizmus már itt is van, és Mary Harrington a következő képen nyitotta meg ezt a beszédet. Remélem, Alice nagy vonalakban egyetért a transhumanizmus munka definíciójával, mondta beszélgető partnerének. Mi is ez? Egy olyan világnézet, amelyben az emberi természetnek nincs különösebb kulturális vagy politikai státusza. Thank you for your service. És amelyben nem csak hogy jogszerű vagy legitim, hanem erkölcsileg szükséges a technológia, különösen a biotechnológia használata e természet javítására. Cancer cells removed. Folytatván ez a hölgy. Ez a korszak, a transhumanizmus a 20. század közepén kezdődött, 1950-es, 60-as évek, egy orvos-biológiai innovációval, amely gyökeresen megváltoztatta az emberi társadalmi rendet, a reproduktív technológiát. A tabletta volt az első transhumanista technológia, nem azt tűzte ki célul, hogy valamit megjavítson, ami a normális emberi fiziológiában van, hanem egy teljesen új paradigmát vezetett be. Erős kisugárzás. Wow. Célja, folytatja, volt, hogy megszakítsa a normálisat az egyéni szabadság érdekében. Hogyha találunk egy gyógymódot, idézőjelbe, az öregedés ellen, az nem lesz mindenki számára elérhető. Rendkívül drága lesz, és elsősorban a vagyon és a hatalom további megszilárdításának eszközeként szolgál majd. Új világ küszöbén állunk, a gazdagok hamarosan szuperemberré operáltathatják magukat. 2023. augusztus. Emlékezem mindenki, amikor én még 5-6-7 évvel ezelőtt beszéltem erről, még őrült voltam. Mindazok, amikről akkor volt szó, összeesküvés elmélet volt. Ez teljesen ostobaság. Mostanra mindenki azokról a dolgokról beszél. Az új generációs technológiák, mint a robotika, a 3D nyomtatás, a mesterséges intelligencia, ma már olyan protézisek gyártását teszik lehetővé, amelyeket akár agyi jelekkel is lehet irányítani. Ready and go. Hold it, and relax. Johnny Matheny has become something of a guinea pig for experimental prosthetics. Térjünk vissza a cikkhez, az ehhez szükséges agyszámítógép interfészek az utóbbi időben hatalmas fejlődésen mentek keresztül, és úgy tűnik a jövőben már nem csak a testi fogyatékossággal élők életét könnyítik meg, hanem az emberi képességek természetes határait is ki fogják szélesíteni.
10-20 évbe telhet, mire szélesebb körben elérhetővé válnak az agy-gép interfészek, amelyek súlyos beteg embereknek adhatnak reményt a teljes életre. Ennél kevésbé nemes célokkal, zárt ajtók mögött is dolgoznak a technológiai fejlesztésén olyan milliárdosok, mint a játékos kedvű Elon Musk. A találmány berobban, az nagyobb paradigmaváltást hozhat, mint az okos telefonnak az elterjedése. A Neuralink május végén bejelentette, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet, ez az FDA zöld utat adott az általuk fejlesztett agyi implantátumoknak, engedélyezték az embereken végzett klinikai vizsgálatoknak az elindítását. Ez nem a jövő, mint ahogy legtöbben hivatkoznak rá, hanem a közelmúlt és a jelen. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy a nevének a száma. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooautya.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.